óvodások a múzeumban, általános közmeghallgatás, újabb kiemelt akció az utakon, családbarát szülészet Karcagon. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2019. november 22-én 18 óra 5 perckor. A múzeumba látogattak el a karcagi óvodások. A délelőtti program célja a lokális nagykunsági értékek megismertetése, a helyi népi kultúra színes világának, értékeinek, gyermekek elétárásával, a néphagyomány ápolásával, átörökítésével, közös megélésével, érzelmi kötődés kialakítása helyi értékeink, népi kultúránk iránt, a kun tudat csirájának elültetése, a kun műveltség formálása a kunok történetének, kultúrájának együttes felfedezése által. A gyermekek egyedi alkotó módon jelenítették meg produktumaikban átélt élményeket, a felfedezett helyi népi kultúra értékeit, a néphagyományokat, a történeti látványosságokat. A múzeumban minden évben a lépésről lépésre programmal dolgozó óvodák egy közös rendezvényen vesznek részt. A négy program a Takács Péter úti, a Kinizsi úti óvoda, a Székhely és a Zöldfa úti óvoda nevelőközössége és gyermekei ilyenkor megismerkednek a múltunkkal, a múzeumban található tárlatok bemutatásával. A kun nép ez egy lovas nemzet volt, és megpróbáljuk bemutatni mind a lovas játékokkal, mind pedig az a régi kunok népviseletét, szokásait, életmódját, de végig kell menni a múzeum termein, és tehát mind-mind olyan ismerettel szolgál, ami tényleg a régmúlt embereknek az életét mutatja be. A termeket feldolgozva, minden terem feldolgozásakor egy puzzle képet kapnak a gyerekek, amelyet majd, ha később kiraknak, a múzeum, illetve a Györfi István szobra tudják kirakni belőle, ezt hazaviszik az óvodájukba, és otthon is meg tudják mutatni a gyerekeknek, hogy hol jártak, és ez még napokon keresztül tudják játszani a csoportban is, illetve otthon is be tudják mutatni a szüleiknek. Megismerkedtek a kunok által alkalmazott jellegzetes technikai fogásokkal, anyagokkal, azok elmélyült, változatos alkalmazásával fejlődött kreatív gondolkodásuk, feldolgozási képességük, miközben gazdagodott alkotó képzeletük, kreativitásuk. A múzeumban a nagycsoportos gyermekek vesznek részt, az ő életkori sajátosságoknak megfelelően, játékos formában megkeresve azokat a hozzájuk legjobban illő kis verseket, mondókákat, játékokat, amelyekkel az ő érdeklődésüket fel tudjuk kelteni. Ezáltal próbáljuk a múltunkat bemutatni a gyerekeknek, illetve majd később a saját szülőföldjük iránti szeretetet beléjük csepegtetni. Természetesen más alkalmakkor is elmegyünk saját csoporttal, vagy vannak nyáron, amikor a ügyeletes óvodában levő gyerekek, táborban levő gyerekek elmennek a múzeumban, és végignézik a termeket, és ilyenkor ugye ezt a jó gyakorlatunkat meg szoktuk osztani a nevelőközösségen belül, így már tudják, hogy miket szoktunk azokban a termekben csinálni, és megpróbálják utánunk ők is ezeket a játékokat a gyerekekkel elsajátítani, illetve kipróbálni, és ezáltal is színesíteni mind a nyári, mind a szabadidős programjukat. A projekt megvalósítása során a gyermekekkel megtekintettük a Kunok öröksége népélet a Nagykunságban című állandó kiállítást, készítettünk kunsági tulipános festett ládát, kunsüveget posztóból, talsolt bőrből, a szülők bevonásával. Az általános közmeghallgatáson a napi rendek megtárgyalása előtt az állampolgárok és szervezetek képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek. Karcag városi önkormányzat polgármestere értesíti a város lakosságát, hogy 2019. november 28-án csütörtökön 15 órai kezdett el a Karcag városi önkormányzat képviselőtestülete általános közmeghallgatáson egybekötött ülést tart a Városháza egyes számú tanácskozó termében.
Az általános közmeghallgatáson a napi rendek megtárgyalása előtt az állampolgárok és szervezetek képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek. A közmeghallgatásra minden érdeklődőt szeretettel várnak, tájékoztatta televíziónkat Dobos László polgármester. A téli átállással kapcsolatos fokozott ellenőrzést végeznek az autópályákon és a főutakon a hatóság emberei. A közlemény szerint az országos akcióban a teherkocsik és buszok ellenőrzésével párhuzamosan személyautókat is vizsgálnak, majd az autóvezetőknek a téli felkészülésről szóló tájékoztató anyagot adnak át. A több tízezer példányban elkészült Leporello a közúti műszaki vizsgáló állomásokon és a karcaktv.hu-n és a kormány.hu-n is elérhető. A tematikus akció során a hatóság munkatársai kiemelt figyelemmel vizsgálják a téli gumiabroncsok állapotát és típus azonosságát, a téli szélvédő mosó folyadék használatát és az ablaktörlő állapotát, a fagyáló folyadék meglétét és fagyáspontját, a külső világító és jelzőberendezések állapotát, tisztaságát, fényereit, a fényvisszaverő mellény meglétét. Idén harmadik alkalommal rendezték meg a Kátai Gábor Kórházban a Születés Hete elnevezésű programot. Ez az alkalom adott lehetőséget arra, hogy a szülészet nőgyógyászati osztály előadásokat tartson a szakdolgozóknak, valamint az érdeklődőknek. Idén, ami a legnagyobb hangsúlyt kaptam, az a családbarát szülészet témaköre volt. Erről és az ehhez kapcsolódó témákról kérdezzük dr. Farkas Béla osztályvezető főorvos, szülésznőgyógyászt, aki már itt van a hírstúdiónkban. Köszöntöm, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást, és én is szeretettel köszöntöm a televízió nézőit. Sok lehetőség, vagy több lehetőség közül tudnak most már a kismamák választani, hogy milyenféle szülést szeretnének, és milyenféle fájdalomcsillapítás lehetőséggel szeretnének élni. Mi erről a tapasztalat? Igen, és akkor most egy picit visszakanyarodnénk a családbarát szülészetről. Ugyanis itt mit jelent az, hogy családbarát szülészet? Ugye ez egy olyan társadalmi, szakmai kifejezés, ami arra törekszik, hogy a gyermeket váró, gyermekét szülő minden fizikális és lelki segítséget megkapjon ahhoz, hogy a várandósága, a szülés és a gyermekágy időszakát azt egy élményként, egy pozitív élményként élje meg ő és a család minden tagja. Ez egy nagyon fontos dolog. Ehhez kell felkészülni a szülészet nőgyógyászati osztályoknak. Ehhez kell egy olyan családbarát szülést hozzárendelni, tehát egy ilyen körülményekkel, egy ilyen felfogással, egy ilyen hozzáállással, egy olyan szülést hozzárendelni, ahol egy ágyas szülőszobában, egyedül, mások által nem zavartatva, csak az van ott, akit ő szeretne, vagy előre megtervezték, megbeszélték, férj, barátnő, édesanyja, anyós, stb. Egy vagy két személy legalább, és egy úgymond otthonos körülmények között megválaszthatja azt, hogy milyen fájdalomcsillapító eljárást szeretne, mindjárt elmondom ezeknek a tárházát, és még azt is megválaszthatja, hogy milyen pozícióban szeretne szülni. Tehát nem csak a kifejezetten a hanyát fekvő térdemet felhúzom, és akkor abban a bizonytalan kiszolgáltatott helyzetben, akár félig ülő, akár félig oldalt fekvő, és a többi helyzetben szülhet. És akkor még ezt követi az úgynevezett családbarát újszülött ellátás, aminek a lényege az, hogy a megszületést követően egy fiziológiás köldökellátást végzünk, nem azt jelenti, hogy rögtön lefogjuk a köldökzsinót, hanem hagyjuk addig, míg az pulzál. Ugyanis kimutatták, hogy ha rögtön lefogják a köldökzsinót, azok a babáknak a súlya 100 grammal kevesebb, mint azoknak, akiknek nem fogják le rögtön a köldökzsinót. Hát ez a 100 gramm, ez vér. Ez mind a magzatba áramló vér. Ugyanis mert ismert anatómiai tény, hogy méhen belül, ugye a köldökzsinóron keresztül megy az áramlás, a véráramlás,
az úgynevezett kisvérkör, ami ugye a tüdő ellátására van, az zárt. És az első légvételen az a véredény, az az érhálózat megnyílik. Tehát azt fel kell tölteni vérrel, és azért nem áll le ugye rögtön, a természet ezt kialakította nagyon csodálatosan, a vérkeringés még az anya placenta köldök zsinóron keresztül, mert az a úgynevezett rezerv vérkapacitás, az ahhoz szükséges, hogy a kisvérkört feltöltse vérrel. És ahhoz arra a vérmennyiségre nagyon nagy szüksége van az újszülöttnek. Másik tennünk az, hogy az újszülöttet rögtön az anya hasára teszt. Ez a bizonyos? Ez bizonyos, az az aranyóra. Ugye rögtön az anya hasára tesszük, ott van az édesanya, ott van az édesapa, és ott van az újszülöttük, és ebben a pillanatban család alakult, családdá váltak. Tehát két dolog történik, ugye egy születés, egy életnek a születése, és azzal egy társadalmi fogalom, a család kialakulása történik. Ekkor is ennek lehetünk tanulni. És miért fontos ez a úgynevezett aranyóra, amikor kontaktusból, bőrkontaktusba kerül, 3-4 percesen az újszülött képes szemkontaktust kialakítani az édesanyával, az édesapjával. 20-30 perc múlva kúszik az emlő felé, hogy ő szopjon. Tehát ezeket a természetes reakciókat, ezeket engednünk kell. És ezeket az örömöket, ezeket az élményeket hagynunk kell. Minden egyes család megélje, és egy ne a borzadalom, hogy mennyire fájt, ne hogy mi volt, meg hogy volt, alakuljon ki, hanem valóban az a csodálatos érzés, aminek ezt ne kell, hogy legyen. De hát a fájdalomcsillapító eljárás, ugye mindannyian orvosok fölesküdünk arra, hogy kötelességünk a fájdalmat csillapítani. Ez vonatkozik a szülési fájdalomcsillapításra is. Szerencsés helyzetben van az osztályunk, mert gyakorlatilag a szülési fájdalomcsillapítás teljes tárházával rendelkezünk. A leghatékonyabb és leghatásosabb az epidurál anesztézia. Ez elválasztandó a spinális anesztéziától. A gerincvelői, ez gerinc melletti anesztéziát jelent. Nagyon sokan félnek tőle, hogy hú Isten, hátba szúrnak. Nem, hát ha ott van ez a gerinc melletti tér, akkor ezt ott kell egy nagyon vékony kis katétert bevezetni a gerinc melletti térbe, és az odaadott fájdalomcsillapító gyógyszer blokkolja a fájdalomérzetet. Semmi másban nem befolyásolja. Ugyanúgy tud jönni, menni, járni, érezni, nem zsibbad le a végtagja, csak a fájdalmat nem jön. Most ez abból a szempontból is nagyon kedvező, hogy ellazul a medencefenék izomzata, és a méhnek a méh nyakra gyakorolt izomzat is sokkal lazább lesz, és felgyorsul a szülés folyamata. Mi úgy szoktuk mondani, gyors, könnyű szülés zajlik le, és ez igazán hozzá segít minket ahhoz, hogy az az pozitív élmény, az ne csorbuljon azáltal, hogy erős fájdalmak legyenek, mert ahányan vagyunk, annyiféleképpen viszonyunk a fájdalomhoz. Van, aki nagyon-nagyon nehezen tudja elviselni, eltűrni a fájdalmat, van, aki pedig azt mondja, hát ő neki csak keményedik, és szépen gyorsan halad a szülése, és ő nem kér semmit. Akkor úgy állunk ehhez a dolgokhoz. Egy másik, manapság reneszánszát éri, már régebben is volt, az úgynevezett livopán, ez egy kéigáz gyakorlatilag, nitrogénoxidról, aminek a belélegezésével nagy mértékben csökken a fájdalom, és szintúgy gyorsul a távolási szag, és gyorsabb a szülés. Aki
úgy gondolja, hogy ő fél még egy tűszúrástól is, de mégis szeretne valami fájdalomcsillapítót. Ez csak egy pipa, ami egy palackhoz van kötve, és semmiféle káros mellékhatása nincs. Ha kicsit többet szív, akkor jobban mosolyog, és nevet is esetleg. Hogyha még többet, akkor legfeljebb egy picit bealszik, és akkor mikor jön a következő fájdalom, akkor már fölébred, és ismételten szívja. Tehát ezek az úgynevezett általánosan ható fájdalomcsillapító, természetesen helyi, lokális fájdalomcsillapító beavatkozásokat is végzünk, akkor, hogyha ha esetleg császármetszésre, vagy pedig úgynevezett gátmetszésre van szükség. Én megköszönöm Fiódos úrnak, hogy elfogadta a meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt. Köszönöm szépen! Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon. Kellemes hétvégét, viszontlátásra!